Madarász Imre egyesített óvodában a hagyományos táborokat nem tudták megszervezni, hiszen minden óvoda folyamatosan nyitva van, így 5 hetes projektekben dolgoznak mind a 9 óvodában. A Táncsics körút 17-es óvodában a részletekről Nagy Tiborné óvodapedagógussal beszélgettünk. Az 5 hetes programnak a héten a népi kismesterségek a témája. A mai hetünk témája a népi kismesterségek. A hét folyamán már a gyermekekkel tulipános ládát készítettünk, illetve a tegnapi napon kunhímzés mintát festhettek textilfestékkel kis anyagdarabokra, mindezt a múzeumban tett látogatás élményének hatására tettük. A mai délelőttön felajánlottuk nekik az agyagozást, agyagedénykéket készíthetnek a gyermekek, illetve a korongozó gépünkkel a korongozásba is belekóstolgathatnak egy picit. Természetesen nagyon fontos, hogy a kézműves tevékenységek mellett a mozgásigényüket is kielégítsük a gyermekeknek, ezért a mai délelőttön jurtát állítottunk föl a gyermekekkel együtt, és vannak aranyos zoknilovaink, amit szintén a gyerekekkel készítettünk el, és íjászkodhatnak, kunos lovas játékokat játszhatnak. Emellett természetesen a szabad játékot is tiszteletben tartjuk, és homokozhatnak, csúszdázhatnak, elő szoktak délelőttönként kerülni a kerékpárjaink, szervezett szabályjátékokat, mozgásos játékokat is játszunk, úgyhogy nagyon színes és gazdag az óvodai élet a nyár folyamán is. Az 5 hetünk ugye a Kunok útján járva témában valósul meg. Első hét folyamán kunbabákat festhettek a kunhalommal, illetve ennek a projektünknek a címe volt a kunkarcagi gyermek vagyok, és nagyon sok színes tevékenység a kézműves tevékenységek mellett mozgásos, az irodalmi anyagunk, a mesék, mondókák, énekes anyagok mind-minden köré a téma körül csoportosultak. A második hetünkön a lovas vagyok helyaparipámpej témánk futott, ekkor készültek ugye a zokni lovacskák, az íjak, a jurtát már ugye az elmúlt hetekben is felépítettük, és ez olyan kedves számukra, hogy ezt igénylik, és a mai napig előkerülnek a gyermekeknek. Illetve az elkövetkezendő 5. hetünk lesz a Búza-búza, tiszta búza projekt, ugye itt az aratás témakör. Nagyon sok színes program vár a gyermekekre a jövő hét folyamán is. Igen, nagyon örültek a szülők, nagy örömmel fogadták, hogy végre teljes létszámmal nyithat az óvoda, és akinek nem megoldható, vagy már a szabadságát kivette az elmúlt időszakban, élnek a lehetőséggel, és örömmel hozzák a gyermekeket. Itt is elkezdődtek a szabadságok, de vannak nyári diákmunkán lévő fiatalok, akik segítenek. Elkezdődtek ugye a szabadságolások, és minden óvodában az óvónénik mellett van, ahol például a mi óvodánkban is, a Kuthanut óvodából segít most be egy óvodapedagógus kolléganőnk, illetve nyári diákmunkán vannak itt fiatal kislányok, akik szintén nagyon nagy segítségünkre vannak, és így oldjuk meg ezt az időszakunkat. Nagy örömmel fogadtuk, hogy a nyári időszakban is igen magas létszámmal vannak gyermekek, és ez úgy néz ki, hogy egészen a zárásig, illetve a nyitást követően egész augusztus hónapban olyan 25 fő lesz az óvodánkban. 1-2 fő mozgásunk természetesen van, aki 1 hetet nem jön, mert a család esetleg elmegy nyaralni, de a legtöbben végig járnak óviba. Mint megtudtuk, az óvodapedagógus számára is élmény ez a projekt 7-es tábor. Mint az óvoda sajátosságai szerint állították össze. Én úgy gondolom, hogy minden óvodapedagógus nyitottan és rugalmasan állt ehhez a helyzethez, hogy ebben az évben ilyen formában kerül megrendezésre az intézményünk táborainak programjai. Elkészültek ugye az ajánlások, a táborvezető kolléganőkkel együtt elkészítettük az 5 hetes témaprojekteket. Ezeket a projekteket minden óvodában az óvodák sajátosságaihoz igazodóan valósítják meg a kedves kolléganők, a gyermeklétszámtól, személyi feltételektől függően, a tárgyi eszközök biztosításában pedig intézményen belül kisegítjük egymást, és kölcsön adjuk egymásnak, csereberéljük,
és én úgy gondolom, hogy ebből mindenki az ő megfontolása szerint kiválogatja, illetve emellett annyira gazdag ötleteik vannak az óvónéniknek, hogy emellett más egyéb tevékenységekkel is készülnek a gyermekeknek minden nap folyamán. A szabadságon lévő óvónők családjuk körében feltöltődnek a szeptemberi tanévkezdésre. Van, aki kirándulással, van, aki otthon esetleg a házi munkával, amivel el van maradva, de szerintem mindenki meg fogja találni azt a tevékenységet, amiben feltöltődhet, kipihenheti magát, és szeptemberben újult erővel és tetrekészen fogadjuk az új kisgyermekeket az óvodába.